Jó reggelt kívánok, sziasztok! Remélem látszom, hallatszom. Új hét, új remények, folytatjuk a hálózatépítő titkok sorozatot. Szerintem az egyik legfontosabb témát fogjuk egész héten boncolgatni, úgyhogy hát öveket bekötni. Érdekes lesz ez a hét, ugyanis előkészítése egy következő projektnek, de nem menjünk előre, közben nézem, hogy jöttök-e, oké. Majd írjátok már be, hogy szia Vili, innen vagyok, onnan vagyok, annyira szeretem olvasni, hogy honnan jelentkeztek be. Oké. Szia Évi, szia Gyuri. Szóval házépítő titkok, és ezen belül egy olyan titkot fogok ma megosztani veletek, amit hát ugye Márk mesterem annak idején belénk vert szó szerint, és azt mondta, hogy ha ezt megtanuljátok, akkor soha nem lesztek szegények. Tehát soha nem lesz olyan, hogy valakitől függjetek, soha nem lesz olyan, hogy boldogtalan legyetek pénzügyileg vagy egészségileg, mert mindig működni fog. Na, nem tudom, mennyire vagytok kíváncsiak. Volt már erről tréning egyébként, de most egy kicsit azt látom, hogy nem minden részét értitek ennek a dolognak. Ez nem más, mint a beszél minden nap 10 emberrel. Na, ugye, hogy hallottátok már tőlem ezt. Én garantálom nektek, én nem szoktam ilyet mondani, de garantálom nektek, ha ezt megcsináljátok, és ma erről lesz szó, meg egész héten, hogy hogy kell beszélni 10 emberrel. Tehát garantálom nektek, hogy ha ezt megcsináljátok, 90 napon belül a ranglisták élén találjátok magatokat, bármilyen üzletben vagytok, bármilyenben. Tehát nem csak az én csapatomhoz szólok most, hanem bárki, aki nézi ezt, és házatépítő dologra adta a fejét, ha ezt megcsinálja valaki, a hálózatépítő versenyekbe a ranglisták élén tartja, vagy találja van magát. Én ezt csinálom, ezért vagyok folyamatosan az élen, azért, mert nem változtattam rajta. Az alap Márk tanításain nem változtatok. Egy kicsit finomítok esetleg, és hát ezeket a finomításokat fogjátok ma és egész héten látni tőlem, úgyhogy öveket bekötni, akkor indulunk. Szóval arról szól a dolog, hogy becsatlakoztál egy jó üzletbe, van egy jó készítménye, terméked, van egy jó marketing terv, de egy hiányzó láncem még nincs meg. Hogyan juttasd el az emberekhez, ugye? Tehát mindenki szeretné azt, hogy minél gyorsabban csatlakozzanak hozzá, és akkor itt elkezd mindenki saját feje után menni. A jobb eset az, hogyha van egy jó mentorod, és akkor ő elmondja, hogy mit csinálj, de az esetek többségében azt látom, hogy hát úgy elkezdenünk az emberek így maguktól úgy menni, aztán majd lesz valahogy, és akkor 3-4 nap múlva nem lesz siker, akkor meg abba hagyják. Na, következő. Tehát amikor mondtam már, hogy beszéljünk 10 emberrel, soha nem felejtem el, Barcelonában voltunk, és ott összehívott egy komoly társaságot, és azt mondta, hogy akkor srácok, megmutatom, mit kell csinálni. Na most, azt mondja, beszéljetek 10 emberrel, így lerajzolta azt a hónapot, meg a 3 hónapot. Akkor elmondta, hogy ugye hétvégén adok egy kis szünetet nektek, tehát akkor tulajdonképpen azt jelenti, hogy 200 ember körül lesz egy hónapban, akivel fogsz majd beszélni. Az közel 600 ember 90 nap alatt, és abból neked a 10 komoly vezetőt kell megtaláljad. Hát végülis a nagyszámok törvényét nézed, ha beszélsz naponta 10 emberrel, és 3 hónapon keresztül ezt csinálod, akkor elég nagy szám jön ki, és megtanulod a végére, tehát már hamarabb is, hogy hogyan kell beszélni napi 10 emberrel. Na most Márk elmondta, hogy nem a termékekről, készítményekről, marketing tervről kell beszélni eleinte, hanem arról, hogy megismerjenek benneteket az emberek, illetve egy új nézőpontot tudjanak veletek kialakítani. Az a baj, hogy sokszor azt tanítják így a mentorok, hogy na, akkor írjál névlistát, és akkor összeírod mindenkit, akivel voltál kapcsolatban az életed során, még a bölcsödés, meg a fodás társaidat is mondják, hogy írd föl, mert soha nem lehet tudni, meg a papot, meg a kozmetikus, meg
mindenféle embereket. Ezzel nem lenne a gond, csak most gondoljatok el, hogy most te fölhívnád a papodat, vagy fölhívnád az iskolatársadat, és akkor elkezdeni nyomulni, amit sokan csinálnak, akkor milyen kép alakulna ki belőle? Hogy úristen, hát ez most ilyenekkel foglalkozik, nem szégyelni magát. Tehát azt hiszik, hogy ez egy ilyen sátántól eredő dolog, ez a házatépítős dolog, pedig a világ legegyszerűbb dolga, csak rosszul csinálják, és ezért van egy rossz hír ennek az egész történetnek. Viszont azt mondtam már, ha ezt jól csináljátok, akkor egy varázslatos világa fog beköszönteni az életetekbe, és elkezdtem mondani, hogy figyú, te amikor találkozol valamilyen ismerősöddel, akkor még nem volt internet, tehát ő főleg offline tanította ezeket a módszereket, viszont utána egy másik srácot megtanultuk, erről is beszélek már, az online világban hogyan kell ugyanezeket a technikákat alkalmazni, tehát az alapot kell alkalmazni a beszélnaponta 10 emberrel. És visszatérve, ha te találkozol valakivel, akkor miről szoktatok beszélni? Tehát rögtön arról, hogy most te beléptél egy network üzletbe. Hát, hogyha erről beszéltek, akkor nagy hiba. Hanem ilyen általános dolgokról, hogy vagy, mi újság van veled, régen láttalak, otthon mi újság, van-e feleséged, férjed. Tehát abszolút ilyen hétköznapi dolgokról beszélgetnek az emberek. Vagy szidnak valakit, vagy pletykálnak. Tehát nem mindegy, hogy hogyan van ez a tárgyalás, vagy beszélgetés. Tehát azt mondtam már, meg kell tanulni az emberekkel beszélgetni, és itt mondott egy titkot, meg kell őket hallgatni. Úgy kerekedett ki a szemem, hogy azt én nincs meg tudom csinálni, alig tudtam akkor beszélni, már most nagyon jótok, de akkor abban az időben én nagyon félénk srác voltam, és hát igazán mondom, beszélni naponta 10 emberre nekem az is megerőltető, hogyha egy-kettővel beszélek, mert mindig csak ezeket a panaszáradatokat, meg egymás szidását hallottam, és úgy gondoltam, hogy nem lehet normális dolgokról beszélni az emberekkel. Azt mondtam már, de lehet, csak meg kell találni azt a közeget, azt a vonalat, amit majd át kell fordítani arra, hogy majd amikor eljön az idő, akkor majd megemlítheted, hogy te mivel foglalkozol. Na most itt megállok egy picit, mert amikor ugye találkozol ismerős vagy ismeretlen emberekkel, akkor hát ugye hívják ezt hideg vagy meleg piacnak, közben itt az állványom hülyéskedik, akkor van egy olyan dolog, hogy aki minden nap lát, annak nem tűnik fel, hogy rajtad van valamilyen változás. De aki régebb óta figyel téged, vagy régen találkoztatok, ott föltűnik egy változás, ha van rajtad. És ezért mondtam már, hogy mindig érjetek el, bármilyen készítménnyel is foglalkoztok, mi akkor egy ilyen testükontról programmal foglalkoztunk, érjetek el látványosan, testeteken eredményt. Ezt írjátok föl, ugyanis ez megtörténik, ez látszik, ezt nem lehet nemmé tenni, hogy mikor ki lehet majd mondani a varázsszót, hogy hát úgyse hinnéd el, hogy mi történt velem. Tehát azt szó szerint nem ki kell erőszakolni, hanem ki kell érdemelni, hogy ezt majd megkérdezzék tőled, hogy mi történt veled. Hát eddig nem így ismertelek. Eddig duci voltál, vagy nagyon sovány, vagy beteges voltál, vagy állandóan panaszkodtál, most meg nem panaszkodsz. Tehát ki kell érdemelni egy olyan látványos eredményt magadon, ami föltűnik az embereknek. Most tudom, hogy ez egy kicsit arcon üt most téged, hogyha nézed magadat, most milyen látványos eredményt érek el? Na most én azt javaslom nektek, hogy kezdjetek el magatokkal foglalkozni nagyon komolyan, testügyileg is. Ugyanis, hogyha kicsit helyre rakod magad, és ez egy életformává érdemes változtatni, te tessék elkezdeni mozogni, sportolni, mindenkinek van leadni való kilója, ez meglátszik nagyon gyorsan, meg kezdj egy picit másképp öltözködni, ez is egy érdekes. Változtass meg a hajad egy picit, hogyha szakállas voltál, akkor vágd le a szakálladat, ha nőből vagy, ugye a hölgyek nagyon komolyan foglalkoznak saját magukkal, de nagyon sokszor látom, hogy
a smink az nem takarja el az elkeseredettséget, a betegséget. Tehát ne úgy változtassatok magatokon, hölgyek, hogy most fú, nagy piros száj, meg izé. Persze jó áll sokótoknak, csak nem ezt látják meg majd az emberek, hanem kell lenni kisugárzásodnak. Most nem úgy, hogy bedugod az áramba az ujjadat, hanem tudjátok, amikor így látják, hogy ott valami történt veled, hogy megkérdezzék tőled, hogy akkor hogy van ez, mint van ez. Na most ezt gyakorlással lehet elérni. Tehát gyakorolni kell akár a sportot, gyakorolni kell a videóban megjelenést, esetleg, hogyha a videózásra adod a fejed. Gyakorolni kell kimenni az emberek közé, kicsit változni, és ez komoly személyiségfejlesztés is, ez a 90 nap. És itt ez egy ilyen érdekes felismerés sorozatot indít majd el nálad, tehát ezt úgy fogjátok föl, mint egy ilyen belső meditációt. Hogy oké, most megcsinálom, ha a fenét eszik, hogyha ezt mondtátok, hogy 90 nap, akkor ezt most megcsinálom, beszélek naponta 10 emberrel, és elindítom ezt a folyamatot. Az első hónapban azt mondta már, hogy gyakorlás van. A 10 emberrel való napi beszélgetés tudatállapotot jelent. Tehát azt írjátok fel, hogy 10 emberrel való beszélgetés tudatállapotot jelent. És most el fog árulni egy titkot, amit gondolkoztam rajta, hogy eláruljam-e vagy nem, de mégis elárulom, hogy könnyebb legyen talán nektek. Előre mondom, nem fogod tudni megcsinálni a napi 10 emberrel való beszélgetést 3 hónapon keresztül. Hogy mondjam, meg tudod, de mégsem. Tudod miért? Azért, mert már az első héten nem lesz időd új emberekkel beszélni, mert már lesz egy csomó zárásod, és ott leszel, hogy te jó Isten, ez működik. Csak föl kell pörgetnem magam, mert aztán lesz vevőgondozás benne, lesz egy csomó olyan dolog, ami eddig nem volt. És úgy érzed majd mindig magad, hogy nem tudod utolérni magad, mert hát hú, még nincs meg a 10 emberem, akkor még csak 6-tal beszéltem, akkor gyerünk. De ugye mondtam, hogy 6-tal beszéltél. És most egy pici zárójel. Nézd meg, hogy az elmúlt héten, ha napokra lebontod, hány emberre beszéltél naponta. És nem lesz meg a 6. Tehát magyarul lehet, hogyha jól csináltad a dolgokat, akkor megvolt a 10 emberrel való beszélgetés, de tegye ide a kezét a szívére az ember, hogy ezt megcsináltad? Megcsináltad? Én megcsináltam ezt. Én azért teszem a szívemre a kezem, már fordítva látjátok. Tehát, de azt is megmondom mindjárt a trükköt, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni. De az első időben még azért nem tudod megcsinálni, mert nagyon gyorsan fognak jönni az eredmények. Olyan gyorsan, hogy nem tudod agyilag még földolgozni, mert lehetetlenség, hogy mondjuk egy hétig csinálod az 70 ember, hogyha legyen, ugye hétvége nincs benne, akkor 50 ember, 50-ből egy biztos lesz, aki neked igent fog mondani. Illetve odaig eljut a tárgyalás, hogy beszéltek az üzletről, beszéltek a készítményekről, és azt mondta, hogy nekem ezt kell, belépek. Na most, ez érdekes dolog, hogy mi van, és mit mondasz, akkor most elkezdem, és akkor nem tudom majd megcsinálni. Hangsúlyozom, ez tudatállapot. Tudatállapot fokozó technika. Lehet beszélni egyenként, naponta 10 emberrel, vagy lehet beszélni egyszerre 10 emberrel. Most nézem engem, jelen pillanatban 10-en néztek, ez nem sok. De 10 őtökkel beszélek most, nem? Hoppá! Kicsit így, micsoda? Tényleg. De tudsz beszélni egyszerre 100 emberrel is, hogyha egyszerre csinálsz videót 100 embernek, vagy egyszerre küldesz ki videóüzeneteket mondjuk 100 embernek, vagy napi 10-nek. Tehát ezt is meg lehet csinálni, csak nem akarok előre haladni a technikákba. Tehát amikor azt mondom, hogy beszélj napi 10 emberrel, akkor nem csak arról szól a dolog, hogy most leírtál 10 embert, hogy reggel, korán 8 órakor, hogy most akkor kikkel kell majd beszélnem, és akkor elkezded őket szépen fölhívogatni, és akkor amikor már megvan a 10, akkor ki van pipálva, és akkor jaj, ezt is megcsináltam, ezt kell csinálnom a hónap és hónap után is. Nem. De így kell kezdeni.
és ez egy mércét fog neked majd adni, vagy nektek, hogy ki fogod ezt bírni. A tét nagyon nagy. A tét az a túlélés. A tét az, hogy szabaddá válhatsz. Minden nap, amikor ezt így elkezded, akkor úgy gondolj az egészre, mint hogyha most kezdenéd el az életed pályafutását, és úgy gondolod, hogy 90 nap alatt én megváltoztatom az életemet. 90 nap így is úgy is el fog telni, csak nem mindegy, hogy ott ellazsáltad, vagy hát, ezt így is csináltad egy kicsit, meg úgy is. Szóval, valaki írja, hogy engem nem engedtek be, hova? Itt vagyok élőben. Érdekes, valaki be akar jönni, de nem kell, hogy bejöjjön, mert itt vagyok. Szóval, ez a napi 10 emberes történet, ez nagyon-nagyon érdekes. Azért mondom, hogy egész héten fogok erről beszélgetni, mert hogyha velem vagytok egész héten, reggelente, ugye nem sokára 10-15-kor lesz egy másik tréning is, meg aztán lesz majd szerdán is, csütörtökön is speciális tréning erről, meg fogjátok látni, a hét végére már összeáll ez a napi 10 emberrel, hogyan is kellene történet. Tehát úgy fogjátok ezt föl, mint egy szakmát. Ne keseredjetek el, hogyha 3 nap múlva még, hú, most nem lett egy gyémánt. Ez egy szakma. Ez olyan, mint a fogorvosnak tanulás, vagy a kőművesnek, vagy bármi. Meg kell csinálni az első 90 napot, hogy összeálljon benned az alapkép, és utána elkezdődni a következő 90-et. Utána a következő 90, következő 90, és közben a tanulási folyamat alatt én megígérem neked, hogy komoly pénzeket fogsz keresni. De ahhoz kell ezt te is. És mi kell még hozzá az első elinduláshoz? Az, hogy elhatározd. Nekem minden hétfő az újrakezdésről szól. Minden egyes hétfő. Mint hogyha nem történt volna semmi, ugyanúgy beszélek 10 emberrel naponta, ugyanúgy, mint hogyha most, oké, hogy gyémelt vagyok, de én úgy kezdem el, mint hogyha most indulnék el az üzletbe. Nem ismerek senkit, és akkor milyen jó fölébredni, hogy hoppá, én már gyémelt vagyok. Vagy ha te fölébredsz, hogy jaj, de jó, én már platina szinten vagyok, jaj, de jó, én már bronz szinten vagyok, vagy rubin, tök mindegy, mert mindig platina leszel egy idő után. Tehát azért mondom, hogy ne keseredjetek el, bármilyen szinten vagytok, mint hogyha most kezdenéd el azt az egészet. Minden hétfőn, na akkor most így összerázolom a gondolataimat, mint egy belső meditáció, és akkor tudatosan elkezded alakítani az életedet. Hát ilyen. Hét előtt állunk, és meg fogjátok látni, mikor csütörtökön majd beszélgetünk erről, és egy párotokat megszólítok ezzel kapcsolatban, hát lesznek érdekes történetek. De nem megyünk előre. Ez egy ilyen érdeklődésfelkeltő videónak szántam egyébként. Azért, hogy gyertek egész héten, és egész 90 napon, és utána is a 90 napon keresztül, mert én garantálom, hogy megváltozik az életetek. Ha nekem megváltozott, nektek is meg fog jó irányba. Úgyhogy 10 óra 15-kor várunk benneteket a következő tréningen. A mi csoportunkban fönn van a link, hogyha nem találnátok, akkor keressétek, ott lesz, vagy kérjétek el tőlem, vagy a mentoraitoktól, és találkozunk 10 óra 15-kor. Sziasztok!